Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, ismét találkozunk itt a képernyő előtt, beszélgetünk az Úrról, és fogadjuk örömmel az Úrnak az üzenetét, Isten valami jó dologra fog tanítani bennünket. Előzőleg Ádámról és Éváról beszéltem nektek, most folytatom ezt a történetet, és biztos, hogy tanulságos lesz a számunkra. Most akkor rátérnék magára a történetre. Ádám és Éva, mint Isten teremtményei, kívülre kerültek a szép és gondatlan helyről, az Édenkertből. Kietlen volt a táj, járatlan az út, az Édenben nagyon boldogok voltak, elégedettek voltak, és most pedig, amikor már kívül voltak az Édenen, szomorkodtak. Valami hiányérzetük volt. Mentek az úton, egymásba karolva, Ádám és Éva. Nem volt se csomagjuk, semmi, csak ők úgy, ahogy voltak. És képzeljétek el, hogy utánuk csúszkálódott a kígyó. Nem hagyta őket békébe, csúszkált, tekergett a kígyó, és csúszkált utánuk, egész közelre ment, és tanácsokat akart osztogatni. Ádám, mikor hallotta, kétfelé állt a füle. Amikor Éva hallotta, tetszett neki, és mosolygott. A kígyó olyanokat mondott, olyan ízelkedő dolgokat mondott, ami tetszett Évikének, és fel is röhögött Évi. Aztán Ádám rászólt Évára, hogy ne hallgass erre a kígyóra, mert a kígyó képében maga a sátán beszél. A sátán beszél hozzád. Hát, nehéz napjaik voltak, de bűnhődtek a bűneik miatt, mert nem fogadtak szót Istennek. Évi kényeskedett, Évi félváról vette az Isten szavát, pedig hát Isten milyen csodálatos lény. Hát aztán, ahogy haladnak az úton, valami új dolog történt. Valami új dolog történt az életükben. Éva oda kapott a hasához, és úgy érezte, hogy egy kicsit nagyobb a hasa, mint szokott lenni. És riadtan mondta Ádámnak, hogy Ádám, nem tudom, mi van velem. Nem tudom, Ádám, szép Ádám. Hát nem tudom, hogy mi van velem. És akkor Ádám fölfelé nézett, gondolkodott, egyet pödört a bajuszán, mosolygott egyet, és azt mondta, Évikém, nincs semmi baj, hát gyereket fog születni. Gyerekünk fog születni. Ez nagyon meglepte Évit, hogy nekem gyerekem lesz. Ádám azt mondta, hogy az egy óriási nagy dolog, amikor ember születik a földre, és egy másik ember rajtunk kívül egy másik ember fog születni a földre. Csodálatos. Hát Isten ajándéka a gyerek, hogy megengedi, hogy rajtunk kívül
egy másik ember is megszülessen a földön. Nagy öröm, amikor gyermek születik. Mind a ketten sírtak örömükben, hogy Isten megajándékozza őket egy gyermekkel. Hát aztán, ahogy teltek, múltak az idők, Ívának egy apró kis fiúcskája született. Karjába vette. Ádám büszkén lépegetett az úton, és nagyon elégedett volt. Azt mondta Ívának, hé, Íva, hát én apa vagyok, mátor, te meg anya vagy. Fiúval ajándékozott meg Isten minket, ugye? Biztos fiú lesz, mert hát a gyereket Isten adja. Na és? Hát kire fog hasonlítani? Hát rám, mondta Ádám, hát hogy ne, rám fog hasonlítani. Jó, hát megszületett a gyerek, örültek, és aztán gondolkoztak is, hogy mi legyen a neve. Hát egyik nap elmúlt a másik, és aztán úgy gondolták, hogy hát a fiamat hívják így, hogy Kainnak. És tudjátok, hogy mielőtt Jézus Krisztus megszületett, Isten előre megmondta a gyereknek a nevét, aki születik, hogy Jézus. Jézusnak hívják, mert ő fogja megszabadítani az embereket, a bűnösöket, akik rossz útra tértek, ő fogja megszabadítani a bűneikből, és az emberek szíve megváltozik. Te, most, aki itt hallgatsz engem, vagy nézel engem, szereted-e viselni a nevedet, amit kaptál? Hogy is hívnak téged? Szeretett ezt a nevet, amit apukától, anyukától kaptál? De Isten is ad nekünk egy új nevet, hogyha a szívünkbe fogadjuk őt, mi akkor Isten gyermekei leszünk. Hát, Éva a karjába tartotta a gyereket. Nem is olyan egyszerű dolog ez. Nem is olyan egyszerű dolog, megszületett a kisfiú. Na de, hát, hogy is lesz? Hogy fogunk róla gondoskodni? Mivel fogjuk őt betakargatni, hogy ne fázzon, mert ha jönnek a hűvös napok, éjszakák, hogy majd fázni fog, oda fogom magamhoz szorítani nagyon-nagyon a kis Kaint, a kisfiamat, a te fiadat, oda szorítom a szívemhez, ott melengetem őt. Mi lesz? Hát nincs bölcső, nincs takaró, nincs szumis üveg, hát nincs semmi. Se baj, mondta Ádám, majd elmegyek itt a határba, szedek füvet, meg hozok egy kis szénát, gyűjtök, és hogy ezen a puha szénán és szalmám fog aludni, ezzel fogjuk betakarni őt, hát nincs más. Anyuka is, én is belebújunk a szalmába, betakarózunk, ha fázunk, és hogy hát a Kainnak a feje alá teszünk egy kis párnát, amit fügéből, fügefa levélből készítünk, szépen összerakjuk a fügefa leveleket, és oda tesszük a fejecskéje alá, és azon fog pihenni. Milyen jó illata van a fügefa levélnek. Mit szólsz hozzá, Évike? Hú, de jó lesz! Örült Éva. Hát aztán
a dolog úgy alakult, tudjátok, hogy nem olyan könnyű apának és anyának lenni. Ádám tehát elment szedegetni a füvet, nagy erős kezével voltak ott, és a fű hamar megszáradt, szalma lett belőle, és hogy hát ebből csinált egy puha fészket, és tudjátok, hogy a madarak is mennyit dolgoznak azért, hogy fészkük legyen. Figyeltem én is a madarakat, hogy a csőrükkel megfognak valamit, egy kis gajacskát, egy ágat, vagy valami, ami szükséges, vagy egy kis sarat, ami szükséges a fészek építéshez, és nagyon sokat dolgoznak azon, hogy legyen egy puha fészek, amiben a fiókák jól fogják magukat érezni. Puha fészek. Hát, igen. Ádám is ilyen puha fészket akart készíteni. Évi vigyázott a babára, megszoptatta őt, símogatta, örült, nézegette, forgatta, tisztába tette, levitte a tóhoz, megmosta Kaint, és Kaintnak is kinyílt a szeme, nagyon szép gyerek volt, és hát megjött aztán Ádám is a finom szalmával, fügefa levelekkel, és hát elkészítették a fészket, a puha fészket, és hát nagyon jól érezték magukat, nagyon boldogok voltak, hogy nekik, bár nem az Édenkertben van az otthonuk, onnan el kellett menniük a bűneik miatt, de most nekik kellett a fészket összerakni. És milyen, a madarak is milyen csodálatos fészket tudnak csinálni. Kis agyuk van, pici csőrük van, és mégis olyan szenzációs fészkeket, bámulatos fészkeket tudnak a madarak is csinálni. Hát Ádám, hogy milyen kedves fészket csinált a családjának. Ó, mennyire jó az, ugye, ha apukánk, anyukánk szeret minket, és mi is szeretjük őket, mi is örömet okozunk nekik. Aztán telt múlt az idő, egy újabb gyerek született, örültek nagyon, már négyen vannak a földön emberek, négyen vannak, hát ki is legyen, ez a fiú, hogy is fogják ezt hívni? Kérdezte Évi. Hát legyen a neve Ábel. És aztán, hát, nagyon örültek. Az egyiket Kainnak szólították, a másikat Ábelnek. Mind a kettőt szerették a szülei. Szerették a szülei őket. És amikor már nőttek, amikor szépen fejlődtek a gyerekek, izmosodtak, mert kondisztak és örültek, és mindent elkövettek, és szépen fejlődtek a gyerekek, pufók, arcuk volt, ettek, ittak, jól érezték magukat. És hát nem csak evéssel és ivással telt az idő, nem csak úszkálással telt az idő ott a tóban, hanem Ádám maga mellé vette a két fiát, és azt mondta az asszonynak, Éva, te is ülj le ide. És akkor Ádám elkezdett a fiainak Istenről beszélni, hogy gyerekek, van Isten, én ismerem Istent,
Anyukád is ismeri. Igen, én is ismerem, mondta Éva. Ismerjük Istent. Isten egy nagyon csodálatos valaki. De hát mi rosszak voltunk. És hát kikerültünk az Édenkertből. Ádám elmondta, hogy a sátán kígyó képébe közeledett hozzájuk, és becsapta mindkettőjüket, anyukájukat is, meg őt is. A sátán képébe megjelent, a sátán megjelent, és becsapta őket. Rávette őket olyan dologra, amit nem lett volna szabad megtenni. A tiltott fáról nem lett volna szabad venni almát. Szót kellett volna fogadni Istennek. És gyerekeim, ti fogadjatok szót Istennek, mondta Ádám Kainnak és Ábelnek. Ti nagyon vigyázzatok, és hogyha a kígyó majd oda sustorog mellétek és sziszeg, sziszeg, meg a szemét forgatja össze-vissza, meg tekergőzik, meg hangot ad, ne hallgassatok rá, mert a gonosz, és nem szabad nekünk a gonoszra hallgatni, mi csak higgyünk Istenben, és higgyünk abban, amit ő mond nekünk. Hát ennyit most a Káin és az Ábel történetéről.